Az utóbbi időben szinte minden megdrágult. És még a sör is drágább lett, nem beszélve a szilárd élelmiszerekről. A papírárak és így a nyomdaköltség is folyamatosan emelkedik, most harmadával többe kerül, mint tavaly ilyenkor, és a folyamat még nem állt meg. Drágulnak az építőanyagok is, és minden, ami egy lakásfelújításhoz kell. Drágább lett a kultúra, a könyvek, a színház, meg az utazás is. Ahogy a vendéglátás is rettentően megdrágult. A Magyar Hangára azonban nem emelkedik. Sokaknak ugyanis már most sem fér bele, hogy többet áldozzanak az újságokra és a kultúrára. A szabad magyar sajtó azonban tényleg csak akkor marad életben, ha nézői, olvasói támogatják. A Magyar Hang, a kötött fogás és a flaster jövője rajtunk és önökön is múlik. Ne hagyjuk, hogy az apátria győzelmeskedjen felettünk. Ez egy misszió, immár kevesebb, mint egy korsó sör áráért. Kérjük, tartsanak velünk! És megyék a lapot! Jó estét, jó napot kívánok! Ez itt a Kötött Fogás, én Szerető Szabolcs vagyok, a Magyar Hang főmunkatársa. És ha itt ránk néznek a tisztelt nézők, akkor ne arra gondoljanak, hogy már minket is elért a megszorítás, vagy ahogy a kormány mondja, a nem megszorítás. Egyszerűen nyár van, és igazolt távolléteket tudok bejelenteni, ugye Dévényi Pörzse és Konok kollega vannak távol, de akik itt vannak, azt gondolom, hogy mindent megtesznek, hogy a hiányzókat pótolják. Csintalan Sándor, ezt majd velük megbeszéljük. Jó napot, magyarok! Igen. Horváth Gábor. Jó napot! És Reihert János. Adj Isten! Hát már a hét még nem ért véget, ugye csütörtök délután beszélgetünk, tehát nagyjából a hét felén vagyunk túl, de azért én remélem, hogy kevésbé lesz mozgalmas a hátralevő második fele ennek a hétnek, mert ami eddig történt, az hát azt gondolom, hogy százezrek, de talán milliók életét forgatja fel Magyarországon. Hogyha optimistán akarnám felvezetni egy valami pozitív módon ezt az egész történetet, amire mindjárt kitérünk, akkor mondhatjuk azt, hogy legalább most már nagyjából kezdjük sejteni, tudni, hogy mire is szavaztunk, vagy mire is szavazott az ország április 3-án, és lassan, de biztosan megismerjük azt a kormányprogramot, vagy azt a választási programot, amit ugye a Fidesz nem tárt a választóközönség elé a választási kampányban, ennél fogva nem is vitatkozott róla. Most már ezt is sejtjük, hogy miért. Nyilván egy vitában olyan mondatok hangoztak volna el, amelyek kellemetlenek lennének a Fidesznek, bár szerintem így is elég sok olyan idézetet lehet elővenni a közelmúltból, amely az intézkedések fényében eléggé viccesen hangzik, vagy ahogy mondani szokás, csúnyán öregszenek ezek a mondatok. Mielőtt rátérnénk a konkrétumokra, tehát itt két fülcsapásra lesz, egyrészt ugye a Katának a hát kiherélése, hogy ilyen képzavarral éljek. A másik pedig az energia veszélyhelyzet címén elkövetett rezsicsökkentés, hogy hát az a rövid kérdésem, hogy mi történik itt tulajdonképpen, mi történik velünk, miért zajlik ez, miféle megszorító csomag, ez egyáltalán lehet ezt annak nevezni, bár ez már azt gondolom, hogy elég ostoba kérdés, tehát lehet, de hogy mit csinálnak itt velünk az ország urai? Tehát annyit hadd tegyek hozzá, hogy ezeket mindenki látja, de hadd egészítsem ki azzal, hogy a költségvetést, amelyik a parlament asztalán fekszik, 375 forintos euróra tervezték, úgyhogy azt fogja majd a 135 bátor ember megszavazni, miközben most az euró 410 forint, illetve annál is gyengébb. Tehát körülbelül azt látom ebből, azt akarom kihozni ebből, hogy amit látunk, az nem más, mint csupa-csupa kapkodás, csupa-csupa fejetlenség, és óriási reménykedés abban, hogy megússzák. Az, hogy most a katetet perfekt hazudozó, bár tulajdonképpen ez ilyen piaci hazudozás, amit hallgatunk, szóval nekem most már leginkább, amikor meglátom a kormánypárti megmondó embereket, vagy megmagyarázó embereket, tehát akár magára miniszterelnökre, vagy
Gulyás Gergelyre vagy Kocsis Mátéra gondolok, akkor leginkább a lókupecek jutnak az eszembe. Tehát ez a fajta állat, vagy ez a nem vakesz, hanem bátor. Nincs itt semmi baj, mert minden nagyon jó. Ez rémületes. Tehát úgy gondolom, hogy a java még hátra van, nagyon is hátra van. Nincs semmi. Ez a néhány dolog, amit láttunk, az még semmi ahhoz képest, hogy mondjuk a augusztusban valamit kell csinálni, majd a benzin kérdése. Ugye ezt próbálják kihúzni a nyaralási szezon végéig, utána kelljen bejelenteni, de egyáltalán biztos, hogy augusztus 31-éig ki tudják bekkelni, vagy akár 20-áig a benzin kérdése. Különben pedig azt tudom mondani önöknek, hogy augusztus 20-ára beígérték minden idők legnagyobb tűzijátékát, Európa legnagyobb tűzijátékát. Annyi pénzt fognak ellövöldözni néhány perc, 32 perc alatt állítólag, amennyiből meg lehetne egy csomó dolgot oldani Magyarországon. De még mindig fontosabb a cirkusz, mint a nép jövője. A legeslegszomorúbb pedig, hogy ezeknek van 3 millió támogatójuk. Egyrészt nincs igazad, Szabolcs, mert például azt mondták, hogy nem lesz, ha a baloldal nyer, akkor a rezsicsökkentésnek vége. Tehát ezt tudtuk, ez meg van ígérve, hogy szavazzanak rájuk, mert akkor nem lesz vége. Hát vége lett. De ez csak egy mellékes megjegyzés. Én ugye különösképpen a kata részleteiben, vagy a katával kapcsolatos problémák részleteiben csak annyiban mennék bele, amennyiben fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy van egy nagyon durván érintett terület, ami mégiscsak egybefügg a szabad nyilvánossággal, a kultúrával, a szabad értelmiséggel, ennek a kata című formációnak, ha úgy tetszik, de ezt nagyon idézőjelben mondom, kedvezményezettje volt. Pontosabban az élet esélyeit megadta az értelmiség egy részének. Amúgy ez a kata egy rakás szar volt. Arra volt kitalálva, hogy a lehető legolcsóbban lehessen a munkavállalót kizsigerelni. Mi is itt az asztal körül többen vagyunk érintettek, akik katában éltünk. Én nekem magam is a 8 év parlamenti képviselőséggel együtt a sajtóban eltöltött évek után egy rakás szart nem ér a nyugdíjat. Forintban meg különösen nem, de hát forintban kapom. Tehát azt akarom csak kinyögni, hogy ez nem szakmai kérdés. Én számomra ez annyit jelent, és egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ez egy nagyon fontos megfontolás volt, hogy a független szabad értelmiséget kicsinálják. Azon kívül adott nagyon sokaknak, hát ilyen magyaros módon, meg sok szakmának, nővérek, szakápolók, szarszippantok, és sorolhatnám, arra esélyt, hogy a napi életvitelüket, a heti, havi, évi életvitelüket tudják finanszírozni, azon az áron is egyébként, hogy lényegében elmarad, öregkorukra nem lesz nyugdíjuk. Én azt gondolom, hogy alapvetően azonban ott van a probléma, hogy ez a kultus összehozott egy olyan pénzügyi gazdasági válságot, ahol itt már talán lehet szó kapkodásról is, abban a reményben nyúlnak ebbe a rendszerbe bele, hogy valamilyen módon a büdzsé, az államháztartás, a pénzügyi likviditása a hatalomnak javulni fog. Tekintettel arra, hogy most már zömében csak egymástól tudnak lopni. Vagy hogy Orbán Viktor nyilvánvalóan nem fogja eladni haszonpusztát, és az abból származó bevételeket nem fogja az ország hitelállományának a csökkentésére fordítani. Csak hogy adhatná, amikor nem az ő nevén van? Na, persze, jó. Hát igen, igazad van, Szabolcs, bocsánat, kérek a vagyontalan. Látod a vagyonnyilatkozatában? Igen, nem. Na, szóval gáz van. Nem lehet ezt a dolgot toldozgatni, foltozgatni. Nem tudom, hogy kitérünk-e egyébként ebben a tekintetben a különböző politikai reakciókra, remélem kifogunk. Ezen most nem akarom húzni az időt, és túl sokáig magamhoz tartani a szót. Tehát itt egy rendszer recsegéséről, ropogásáról kapunk egy nagyon-nagyon erős információt, ki a saját bőrén, ki csak áttételesen. Az már érzékelhető, hogy a Fidesz hívők, vagy az Orbán hívők mivel magyarázzák ezt a dolgot, és milyen ideológiákkal támogatják meg saját hitüket.
És akkor csak egy megjegyzést szeretnék még hozzátenni, bocsánat. Ugye elő van adva ez a rabló mese, hogy itten az adó megkerülés. Hölgyeim és uraim, az a helyzet, hogy mi itt nagy részt, tisztelt a kivételnek, annak idején nem óhajtottunk katázni. Minket belekényszerített az állam. Amúgy az egész, most nem mondom végig a János Elpirulna, hogy a Fidesz apparátus, a Kesma, az összes csatolt része, a pesti srácoktól, nem tudom micsodáig, a legutóbbi időkig is, mindenkit el lehetett volna vinni bilincsben, mert belekényszerítették a munkavállalót. Mindenki katázott, mindenki katázik. Most, hogy ez helyén való volt, vagy nem, ezt megint mondom, persze lehet vitatni, de létrejött egy létforma, és akkor a befejező mondatom, és ezt 24 óra alatt fölrúgták. Éles stratégiákat, túlélési stratégiákat tettek tönkre. És ezzel szeretném megint elmondani, hogy nem a katát védem. Na ennyit most egyre, bocsánat, is bővéve elestem. Ha csak szűken a katáról beszélünk, az érdemes megemlíteni, hogy ki volt a pénzügyminiszter, a miniszterelnök. Éppen Matolcsi György, hogy merre járt akkor, mit csinált. Ezek az emberek találták ki az egészet. Nyilván azért találták ki, mert abban a pillanatban jó ötletnek tűnt. Egyszerűsített... Nem baj. Hát abban a pillanatban nyilván nekik jó ötletnek tűnt. Egyszerűsített adózás, több ember befizeti a pénzt, amit addig esetleg nem fizetett be. Ez volt nyilván a 10 évvel ezelőtti kiindulási pont. Most ugyanezek az emberek szüntetik meg egy pillanat alatt méghozzá úgy, hogy a múlt héten még nem tudták, hogy ez fog következni, még a kormány szóvivője se tudta, senki nem tudta. De hogyha a Szabolcs... De tudok olyan céget, ami tudta, és média cég volt. Na. Hagyjuk ezt, jó? Hogy ki tudta, meg ki nem tudta. Ja, jó, csak... Jó, oké. Az érintettek többsége nyilván nem tudta, és azt gondolom, hogy ez a lényeg. Meg a kormányban sem mindenki tudta. Vagy úgy tett. Tanuljátok meg, hogy állandóan hazudnak. Amikor azt mondják, hogy nem tudták, akkor is hazudnak, Gábor. Szentkirályi Alexandrának a TikTok bejegyzései a múlt héten még arról tanúskodtak, hogy nem tudnak. Mindegy. Persze, hogy nehogy mások kérdés. Megelőzzék, mint amit megtettek, kedvedményezettek és megelőzték. Ez részletkérdés, inkább a Szabolcsnak a bevezetője, ezt térnék még vissza, hogy mi folyik itt. Itt 2006 folyik. Gyakorlatilag a kormány tudta, hogy vissza kell venni a pénzt, amit a választás előtt szétszórt, ugyanezt történt 2006-ban is. A különbség az, hogy most a futballhuligánok mással vannak elfoglalva, egyelőre legalábbis, aztán meg kiderül, hogy mi lesz ebből. Nyilván azok az emberek, akik a városban tüntettek az elmúlt délutánokon vagy napokban, azok viszonylag béketűrő, tisztességes állampolgárok, akiknek eszükbe nem jutott még a múlt héten, hogy ők tüntetni fognak. Nem is úgy mozgósíthatók, mint a futballhuligánok, nem fogják megrohamozni a Magyar Televízió épületét. Rosszul is járnának, mert ott most nagyon kemény fegyveres őrség van. Szóval egyszerűen, mintha ez nem fog megismétlődni nyilván 2006. Már csak abban a szempontból sem, hogy itt nem lesz élő ember, aki beismerni, hogy valaha valamiben tévedett. Pedig, mint ahogy az előbb próbáltam rá célozni, ugyanazok az emberek csinálták ezt. Alakították ki ezt a helyzetet, akik most elveszik a pénzt az emberektől, mert hiszen erről van szó, elveszik a pénzt az emberektől. A katát illetően is, meg a rezsicsökkentést illetően is begyűjtik a pénzt, amit egyébként a választás előtt meg szétszórtak. Annyit még muszáj hozzátennem, hogy a jóvona Sándor célzott rá, tehát azt tudni kell, hogy 450 ezer katásból nagyon sokan családfenntartók. Itt nagyon sok családnak megrendül az egzisztenciája. Ezen családoknak van egy része, amelyik nagy hitelbe ment bele, gondoljunk például az állítólagos családtámogatási rendszerből a csokba, amelyiknek ugye az összes következményeit az egész társadalom nyögi, de azok a családok, amelyek majd most szembesülni fognak a kamatmoratórium után, a hihetetlenül megnőtt törlesztésükkel, és azzal, hogy ez a törlesztés sok évvel tovább fog tartani, mint ahogy a megkötéskor gondolták. Ugye ez az egyik. A másik, hogy a katával, tehát a kata rendszer megbontásával a nem katából élők is nagyon sok problémával fognak szembesülni. Itt említette már Sándor talán ugye azt, hogy az egészségügyben súlyos probléma lesz,
hogy egy csomó ember egy csomó munkát abba fog hagyni, emiatt nem fognak működni kórházi osztályok, részlegek, ügyeletek. Aztán például jó, ha tudják, hogy az alapítványi iskolai tanárok elsőprő többsége katás, az alapítványi iskolák működésével kapcsolatban nagyon érdekes dolgok lesznek. Két dolgot szeretnék mondani, egyrészt nehogy azt higgyék a nem katások, hogy őket nem fogja érinteni ez az egész. Nagyon is fogja érinteni, egy csomó szolgáltatás súlyosan megdrágul, például az egészségügyben, amit eddig ingyen elérhettek, ezentúl csak fizetős részlegnél fogják elérni. Az alapítványok valószínűleg kénytelenek lesznek több pénzt beszedni, az eddig katázó emberek azok jelentős jövedelem csökkenést fognak elkönyvelni, miközben az infláció tizenvalahány százalékkal szágult. Az egész társadalom fog megrendülni. Nagyon elgondolkoztam, amit a Sándor mondott, és a te reakciódon, hogy tudták vagy nem tudták. Én úgy képzelem, hogy nem tudták, megmondom miért, tehát ennyiből a Gáborral értek egyet, azért, mert biztos vagyok benne, hogy a mostani Fideszben Orbán Viktor utoljára a 135 parlamenti képviselőjét értesíti bármiről. Úgy kell elfogadni mindenféle törvényt, hogy a képviselők nem szólhatnak hozzá. Az országgyűlési képviselői gárda erkölcseiről ennyit. Tehát tulajdonképpen aki ma a fideszes országgyűlési képviselő, annak erkölcsi tartásról beszélnie, hát minimum vicces. Tehát az ország, az emberek sorsát gyökeresen meghatározó törvényeket nyomnak le a torkukon 48 óra alatt, és megszavazzák. Hát szégyen és gyalázat. Ez az egyik. Tehát ők biztos nem tudták. A másik, hogy abban viszont a Sándornak van igaz, hogy valószínűleg Orbánék tudták. Tehát ugye aznap jöttek elő az egészen, tessék visszanézni, amikor be volt harangozva, hogy elkezdik kiosztani a nyugdíj plusz 52.000 forint átlag, és a Fradi meccs. Nagyon pontosan tudták, szerintem a Sándornak is sok igazsága van abban, hogy ez ki volt ez találva, hogy ez miért most jött. Miért nem a múlt héten, miért nem pénteken, miért hát most? Főleg nyáron, amíg nincs a város tele. Igen, de ha emlékeztek, a 70-es évek második felétől mindig kétszer volt áremelés, ugye, amit még a politbüró döntött el annak idején. Ugye mindig nyár közepén, júliusban, meg január legelején, amikor az emberek meg a szabadságból nem mentek el dolgozni. Ez tulajdonképpen a kádári reflexeket, vagy hatalomgyakorlási technikákat Orbánék úgy gyakorlatszerűen használják. És az is azt mutatja, hogy ez egy szűk körben kidolgozott dolog volt, hogy a hozzátartozó propagandaszöveg már minden elemében készen volt, amikor ezt most elkezdték nyomatni. Tehát mind a kettőtöknek igaza van. Az egyik, szerintem az országgyűlésben csupa olyan emberül, akinek azonnal el kéne takarodni a Kossuth térről, a másik oldalon pedig igenis a kormányban olyan mérhetetlenül cinikus, és a társadalmat semmibe vevő gyakorlat van, azok részéről, akiket esetleg név szerint sem ismerünk, hogy az egészen példátlan. Tehát a 2006-hoz az teljesen passzant. Viszont itt fölvetődik az a kérdés, hogy elhangzott az, és ez teljesen logikus, hogy a költségvetésre ütöttek egy hatalmas nagy lukat a választások előtt a nagy osztogatással, és ezt kell betömködni, de ez a kata javaslat, ez itt erősen kétséges, hogy ebből egyébként olyan nagyon sok bevétele lesz a kormánynak, hiszen maga Gulyás Gergely se tudta megmondani, tehát mondta, hogy 50-től 300 milliárd forintig terjed. Megjegyzem, elég sok olyan intézkedése volt a kormánynak, ami nagyjából hasonló összegben most éppen pénzszórás volt, tehát tudjuk, hogy milyen területekre ad folyamatosan, akármekkora baj van a kormány pénzt. Tehát, hogy én nekem van itt, illetve az agyalunk erről, hogy itt ez elsősorban nem költségvetési intézkedés, hiszen valószínűleg, ami a katának volt egy olyan pozitív hatása, hogy kifehérítette a gazdaságot valamennyire, most valószínűleg sokan megpróbálnak visszabújni ebbe a szürke, fekete gazdaságba, ami nyilvánvalóan nem helyes, de valamennyire érthető, hogy miért teszik ezt. A többség ezzel rosszul jár, de az államnak meg nem lesz, nem valószínű, hogy az a politikai kárt, amit okoz, és esetleg akár el is szenved ezzel, azt az a bevétel kompenzálja ezt. Tehát, hogy itt az, hogy miért és miért így, nekem ez a kérdés még mindig motoszkál a fejemben, és ha tudok segíteni, annak örülnék. Tehát, hogy meg már az a miért így, az úgy értem, hogy tényleg, tehát, hogy egy nap alatt kellett átverni ezt a törvényjavaslatot úgy, hogy gyakorlatilag másfél hónapot kaptak, több százezer magyar ember kapott másfél hónapot arra, hogy gondolja át az életét. Hát, hogyha a macska farkát le kell vágni, akkor azt egybe kell vágni gyorsan a végére, és nem szeletenként, mert akkor az még jobban fáj. Ez a macskákkal szemben is durva. Persze, de az emberekkel még durván, persze.
Egyébként... De nem, ugye ez is azt erősíti, amit a Szabolcs most összefoglalt, hogy az ebben a dologban kapkodás van, és némi adhok jelleg mégis, de fenntartom, hogy az Orbánék azt, hogy mi, tehát hogy erre indulnak el, azt már régebben kitalálták, összerakták és kiválasztottak egy időpontot, amikor ezt viszonylag csökkent. Ez akkor is vicces volt, írtak egy levelet az Európai Bizottságnak, amelyben megígérték, hogy akkor ezentúl nem fognak gyorsan elkapkodva törvényeket hozni, és hozta gyorsan elkapkodva egy törvényt. Elveszik a kis emberektől a pénzt, oké, rendben van, miközben a multiknak a globális adó emelését azt megpróbálják fékezni úgy, ahogy bírják. Hát ez majd meglátjuk, hogy mennyire fogják bírni. Még az amerikaiakkal is belemennek egy konfliktusba, ugye a kettős adózás kizáró törvénynek, vagy a egyezménynek a felmondása. Tehát egy csomó mindent hajmeresztően ellentétesen csinálnak azzal, amit eddig mondtak, még akár a múlt héten is. Tegyük hozzá, hogy a 135 képviselő ehhez is asszisztál. Tehát, hogy a múltiknak 9% maradjon a nyerességadója akkor is, hogyha Amerikával összeveszünk, de cserébe a katásokat, azokat lehet szivatni. És erre a 135 fideszes képviselő 3 millió szavazójával együttvevő. Hát mit lehet csinálni? Hát én mondom még egyszer, szerintem senkit se szabadna beengedni az országgyűlésbe, aki most pillanatnyilag bennül. Hát igen, csak ezt mondjuk egyelőre azt gondolom, hogy kivitelezni nehézen lehet ezt a javaslatot. Egyébként nekem még egy zárásként eszembe jutott az is, hogy az ember figyeli, hát ki mást Gulyás Gergelyt lehet figyelni, mert azért jellemző, hogy amikor ilyen nagy bejelentések vannak, és mindjárt rátérünk a szerintem ennél is súlyosabb ugye a rezsicsökkentésnek a kérdésére, hogy ilyenkor a miniszterelnök azért eltűnik. Tehát, hogy ő nem áll ki a nyilvánosság elé, nem néz szembe egyébként a sajtóval, ahol egyébként kritikus kérdéseket is kap, mert lehet egyébként, hogy holnap majd ezt persze nem tudjuk reggel a rádióban, majd valakivel beszélget, de ott nyilvánvalóan az elsikálás lesz. Kérdéseket is inkatározzák. Igen, tehát ez mondjuk ne tekintsük egy ilyen szereplésnek. Amikor a válogatott csapat kikap Andorától, akkor hiába keresed Orbán Viktort a tévében, amikor megverik Angliát, akkor Orbán Viktor nyilatkozik a tévének. És azt akartam mondani, hogy Gulyás Gergely itt azzal védekezett, és én az jutott eszembe, amikor a gyanúsított beszél, és amivel beszél, csak még jobban rontja a helyzetét, hogy most miért kellett a katásokkal ezt csinálni, és akkor ő azt mondja, hogy hát az milyen dolog, hogy ők ennyit és ennyit fizetnek be mindösszesen az államkasszákba, bezzeg az ápolók, azok mennyit. És én megmondom, hogy én azon voltam felháborodva, hogy tudva azt, hogy egyébként nem valami sok pénzt keresnek az ápolók, és még erről is az állam le tud szedni ilyen, nem tudom én, 150-180 ezer forintot. Tehát itt ez pontosan az bizonyítja, hogy minden kormányzati propaganda állítás ellenére a munkára rakódó terhek igenis nagyon magasak Magyarországon, tehát ez továbbra is probléma, tehát ez az adócsökkentés kormánya vagyunk, meg rekorderek vagyunk, hát ez maximum az áfára vonatkozik, de az is más értelemben. De bocsánat, Sándor, Mondani, hogy egyrészt belekötnék abban, hogy az egész katatörténet abban részben azzal van jellemezve, hogy fehérezett a gazdaság. Egy lószart. Csaltunk. De csaltunk. Intézményesen az állam hallgatólagos tudomásul vételével, sőt, mi több preferálásával. Igaz, hogy mi nem tudtunk mit tenni. Csaltunk. Mindenki csalt. Mindenki csalt. Vagy legalábbis nagyon sokan csaltak, akik katáztak, akiket belekérdeztek. Ennek a dolognak az volt amúgy az értelme, ugye, hogy ennek az alkunak a keretében, amúgy egyébként a mi oldalunkon, a mi általunk be nem fizetett, vagy későbbiekben elvesztett nyugdíj és társadalombiztosát, meg nem tudom micsoda, árán olcsóbb lett a munkaerő. Kollektív, ez az ország, a csalók és a hülyék országa. De Janó, hagyd fejezzem már be! Becsapás, nem csapás. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, jó, hát mert hogy egy kis ideje, nem lehet egy szó, hogy csak úgy emlékeztetnének rá. A másik dolog pedig, amit meg szeretnék kérdezni ebben az ügyben, jó, hogy ki tudott, ki nem, én nyilvánvalóan nem a parlamenti képviselőkre gondoltam, akik nem tudnak, mert ezek tényleg a hülyék ott, tehát ez szegény szűcsalos posztolt most ki egy képet valamelyik este, hogy dolgozunk. Dolgoznak. Bármert ennék. Dolgoznak. Na, azt akartam kinyomni, hát nyilvánvalóan az ilyenekről beszélek, mint a Gulyás, aki most személyében is egy érdekes jelenség, hogy ezt hogy bírja valaki csinálni, hogy szisztematikusan hülyét csinál magából, és nyilvánvalóan, és a többi. Azon kívül
ezeket az elemi érzeteket borzasztó nehéz nyilvánvalóan feldolgozni az embereknek. És nyilván azok a figurák, akik most ebben a tekintetben megjelentek például az utcán, azok nagyjából egyébként a szabad emberek világával, ezeknek az embereknek a javarész egyébként maga osztja be a munkaidejét, tehát ők jelentek meg, a mobilok és fiatalok és fizikailag is képesek ezt a dilemmát valamilyen módon megjeleníteni, ezt a konfliktus, ezt a feszültséget. És nyilvánvalóan egyébként nem természetük a gyújtogatás. De ha nem tudom, hogy a rezsicsökkentés kapcsán, mert hogy ennek a dolognak a befogadásával, hogy mégis hozzátartozik az ellenzék is, akkor térjünk vissza? Vagy előbb beszéljük meg a rezsicsökkentést? Ezt a katát zárjuk le most akkor, mert... De hát ez összefügg minden. Persze, csak én... Akkor térjünk át a rezsire, jó? Csak annyit akarok mondani, ugye nem tudom, akkor... Csak annyit, hogy a Sándor ugye letolt engem, pedig őt akartam megerősíteni. Ne erősíts meg, nem, de figyelj, Sanyi, hadd magyarázzuk el azoknak, akik nem esetleg nem volt világos, mert nagyon pontosan mondtad, de nem biztos, hogy értik, hogy azért volt a kata a Kesma cégeknek, meg tehát a kata a munkaadóknak volt kedvező, mert kevesebb járulékot kellett kifizetni a munkavállalónak, kedvezőtlen volt a kata, mert elvesztette a majdani nyugdíjjogosultját, stb. Magyarul mondtam szerintem. Így van, de szerintem nem mindenki értette, ne arra, hogy de Janu, semmi baj nem. Csak nyissunk ki egy vitát, nyissunk csak egy pillanatnak egy vitát. Én nekem az agyam elmegy, amikor azzal kezdődik egy mondat, hogy ezek a szegények nyilvánvalóan nem értik. Egyébként egy részét nem értik, de ezt az attitűdöt én nem bírom elviselni, hogy majd a hülyéknek most elmagyarázom. Ha akarják, értik, ha nem akarják, nem értik. De egyébként ezért nem szeretnek minket, amikor ilyen mondatokat elhangzanak a szánkból, hogy mi vagyunk azok a kurva okosak, akik elmagyarázzák. Csak úgy mondom, jó tanácsként nagyon régen ismerjük egymást, hogy a barátom különben, és nagyon szeretjük egymást. Na. Jó, én muszáj itt a végén nekem annyit azért megjegyezni, hogy óvatosabb állnék az általánosítással, tehát hogy én egyébként például soha nem katáztam, és amióta... Te szerencsés, kedvezményezett voltál. Nem tudom, hogy kedvezményezett voltam, én mindig tudatosan menekültem az ilyen kényszervállalkozói szituációval, ez nem mindig sikerült egyébként, mert volt, amikor olyan helyzetben költöm, azt mondták, hogy vagy ez van, vagy semmi, tehát ilyen amikor nincs választási lehetőség az embernek. Még az echósokra dél, csak jó, ne adjunk ötleteket szerintem, én azt csak akarok mondani, hogy én nagyon sok beszélgetést, meg nyilatkozatot, meg Facebook posztot, meg nem tudom mit az elmúlt egy-két napban elolvastam, meghallgattam, amikor konkrét emberek elmondták, akik katáztak a saját élethelyzetüket. Tehát én nem gondolom, hogy ők egyébként potyautasok vagy csalók, vagy nem tudom, micsoda lettek volna. Azt is elmondták, hogy egyébként volt ilyen jövedelmük, meg volt más jövedelmük, meg egyébként más jogcímen mennyi pénzt fizettek az államnak, meg mondjuk nyilván nem ez a legnagyobb tétel, de fizettek bizony 5000 forintos parraktartást is, ugye ez a, hogy hívják ezt a kereskedelmi és iparkamarának, amely igen hatékonyan képviseli az ő érdekeiket. De azt gondolom, hogy valóban lezárhatjuk ezt a kata témát, ha egyetértetek vele. És ugye most. Most igen, hát időlegesen az emberek nagy része számára ez most kezdődik, ezt is tudjuk, igen. Most ugye, hogy megint csak akkor paragot idézem, most mindenki a kockás papíron ugye nézi, hogy mivel tud, hát jól nem fog kijönni senki ebből, de minél kevesebb veszteséggel kijönni. No, de itt van ez a, tegnap kiirdették a energiaveszélyhelyzetet. Nekem ez önmagában tetszett, tehát ez egy, valaki már ezt nem én találtam ki, hogy Magyarország államformája a veszélyhelyzet. Immár nem is tudom, hogy hány van most egyszerre, de most már van energia veszélyhelyzet is. Most elmondhatnám itt a kilovattórákat, meg a köbmétereket, de most ettől egyelőre megkímélnék mindenkit. A lényeg az, hogy azt jelentette be, és ismét nem Orbán Viktor, hanem Gulyás Gergely Németh Szilárddal az oldalán, ami önmagában egyébként egy pikáns dolog, tehát a rezsivédelmi biztos jelenti be a rezsicsökkentés csökkentését, hogy az átlag fogyasztás fölött az energiáért, a gázért, az áramért többet kell majd fizetnie, tehát piaci árat kell megfizetnie a fogyasztóknak. És itt rögtön adódik a kérdés számomra, de persze ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni, és ezt teljesen rátok bízom, hogy már megint csak nem veszik figyelembe a rászorultságot, hiszen azt gondolom, hogy a rászorultság és az, hogy ki mennyit fogyaszt, azért az nem teljesen ugyanaz a kategória. Itt ugye a figyelembe veszik majd a 3 gyereket a gázfogyasztásnál, vagy a 3 és több gyermeket. A villanynál valamiért nem egyébként, de a gáznál igen, legalábbis amit eddig lehet tudni. De megint az a kérdés, hogy miért így csinálják, hiszen
Hiszen ez megint olyan, minthogyha ők szokták azt mondani, hogy jaj, ez az ellenzék, meg ezek a liberálisok, ezek a körúton belül világot ismerik, azt se nagyon. De most aki így nyúl hozzá egy ilyen rendszerekhez, az szerintem például a vidéki Magyarországot nem ismeri. Nem ismeri azt a világot, ahol mondjuk van sok egy-két gyermekes család, családi házban, ami nincs energiakorszerűsítve, és nem feltétlenül van ott úszómedence, meg ilyesmi, hanem egész egyszerűen csak a két gyerekkel az életüket élik, és valószínű, vagy nagyon sok esetben ők túlléphetik ezt az átlagfogyasztási limitet, és ők is nagyon rosszul járnak ezzel. Tehát, hogy megint csak az a kérdésem, hogy mi folyik itt, miért veszik ezt, és miért pont most? Egy kérdés hozzá lehet tenni, hát ti tudjátok, hogy mert ennélkül nem tudok, mi az az átlag? Meghatároztak egy köbméter számot, hogy ennyi. Most azt tudni kell, ugye, hogy a gázszámla nem is köbméter alapján megy, hanem a köbméter kap egy szorzót, hogy mennyi volt a fűtőértéke, de hát ezt csak zárójelbe jegyzemek. Tehát igazándiból még tehát nem mert a zsút határoztak meg, vagy kilozsút fogyasztásban, hanem köbméter, de nem is arra fizetünk. De mi az átlag? Hát azt ők nem tudom, én a vizeletükben megállapították, hogy ez az átlag. Hát én nem tudom, honnan tudjam. Van egy numerus, megmondja, de hogy miért az, azt nem tudjuk megmondani. Amit még mindenképpen tudni kell, hogy a körúton belüli vagy kívüli világ, hogy ez a bejelentés szerint, ha ez így majd jogszabályként megtestesül, akkor például egy sok tízezer magyar háztartás nem fogja tudni megmondani, hogy mennyit kellene fizetnie, mert például a társasházakban ugye közös fűtés van, tehát házközponti fűtés, azt hogyan fogják darabolni lakásra az árát, stb. Ez egy csomó homályos dolog van, és ami még... Például az átlag. Igen, tehát azért mondom, nem lehet, tehát ez valójában egy jól hangzó, de igencsak homályos dolog ez az egész. Amit én egyébként mégis megjegyzek, mert magamhoz hadd maradjak hű, hogy én a rezsicsökkentést tartottam abban a formájában, hogy eddig ment igazságtalannak és inkorrektnek. Az a vicc, hogy a mostani, az tulajdonképpen lehetne egy jó lépés a korrektebbé tétel felé, de hát jelen pillanatban nem egészen sikerült volt ez a lépés. Tehát én nekem nincs az abban jobb, hogyha valaki egy palotában lakik, és hihetetlen mennyiségű villanyáramot fogyaszt, mert fűti a kocsiját télen a felhajtót, hogy ne kelljen a havat kotorni, meg temperálja az úszómedencét, ami behetődik egyszer. Amit te most elmondtál, azt elmondta mondjuk Márki-Zay Péter, meg elmondta az ellenzéki. Gyurcsány Feri! És mit kaptak ezért? Igen. Mit kaptak ezért? Tehát, hogy akkor itt most egy teljes kommunikációs 180 fokos fordulat van, mert hirtelen hát a takarékosság, mint szempont megjelent. 3 milliónak ezt most el kell mondanunk, hogy most éppen azt fogják lenyomni a torkukon az ő szeretett Viktor istenük, ami ellen szavaztak ők már áprilisban. Most hirtelen tetszik neki. Valamiért megkönnyíti a dolgot, hogy mi erről a YouTube-on fogunk most beszélgetni, és a magyar hangot Szlovákiában kell kinyomtatni. Tehát az országnak egy nagyon-nagyon jelentős részének fogalma nem lesz arról, hogy mi az igazság, és hogyan alakultak történelmileg a dolgok, csak azt fogják látni, hogy Orbán Viktor megint megvédi őket valamitől. Most éppen a háborútól védi meg őket, ugye most éppen ez megy, hogyha nem tudom, hogy a Magyar Hang csatornáján is fölbukkannak ezek a reklámok a YouTube-on, amik elképesztő hazugsággal kezdődnek, és utána még rosszabbul folytatódnak, és a vége kicsit füllentés. Tehát attól tartok, hogy tényleg kész, ahogy János mondta, készen van a csomag, az előbb voltak készen, mint magával az intézkedés. Na jó, de most a PR részével. Most rengeteg magyar háztartásban most mindenki azt számolja, hogy akkor én most mennyit is fogyasztok, és egyébként ő se érte, mi az, hogy átlag, és akkor ha most azt látja, hogy valamire ez úgy tűnik, hogy mint a több lenne, tehát itt most teljesen mindegy, hogy kire szavazott egyébként, mindenki bizonytalanságba került, egy pillanat alatt már megint. De Szabolcs, ugyanakkor meg ennek az a lélektana, hogy ugye azt mondták, hogy az átlag. És ugye az emberek nehogy azt hittem, hogy ott ülnek a papírra, és akkor számolgatom, mert nem tudják, hogy mit számoljanak. Ez majd akkor kell valamilyen szinten megjelenni, amikor megjelenik az első számla. És esetleg az eddigiekhez eltérőt fognak nekik kiszámlázni. Mindenki úgy gondolja, hogy az átlag alatt van. Vagy legalábbis sokan úgy gondolják, hogy az átlag alatt vannak. Aztán majd őket éri a meglepetés, de soká. De ugye, hogy itt milyen sok mindenről van szó, eközben úgy beugrott, amitől, és ebbe beleilleszkedik az, ami napok óta. Valaki egyszer csak fölkelt reggel,
És eszébe jutott, hogy nem kéne a spórolás, meg a nem tudom mi, a fekete gazdaság, nem kéne támogatni a társadalom biztosításnak a felnőtt pelenkát. Azon gondolkodom, meg gondolkodtam, hogy ki lehet az az ember, mert valakinek először eszébe kellett, hogy jutjon, hogy ezek a szerencsétlen vénemberek, izék, kibaszott szaros pelenkáját, ami valamennyire élhetővé teszik az életüket, annak a társadalombiztosítási támogatását meg kell szüntetni. Aztán ez átment egy apparátuson, és született belőle egy döntés. Nem volt címlapom. Se. De hogy ugye a közeg, ugye az örök kérdés, hogy nem csak az a kérdés, hogy miért nem szólalnak meg az emberek, és miért nem tiltakodnak, akik meg tiltakodnak, azon miért tiltakodnak, hogy itt tényleg ott vagyunk, hogy kik vagyunk mi? Hogy ezt egyébként valakinek még egyáltalán az eszébe jut, másrészt pedig úgy egyébként ez, hogy is mondjam, tudomásul vesszük. És akkor máson ne is eszék sok, csak hogy komolyan, egy pillanatra gondolkodjunk el, milyen agyú emberek vannak ebben az apparátusban? Hogy jár ezeknek az esze? És ezért értelmetlen sokszor az a kérdés, amikor, vagy az, meg a kérdés adott válasz, hogy na de hát ez nem lehet Orbán Viktor érdeke, ugye? Mert józan paraszt észre végig gondoltad, hogy most mi van ezzel az adóval, és egyébként tényleg valószínűleg nem jön be annyi lóvé, mint amennyire ők számítanak. És amikor kiejtette ez a szerencsétlen balfék, a gulyás, hogy ez majd 50-től 300 milliárdig tarthat, eközben ugye az alsó szám, az alig háromszorosa annak, vagy nem, alig, ne, jó, háromszorosa annak az összegnek, amit Sutyiba a Lázár alapítványának nyomtak az év elején, az a 15 milliárd. Hát, ha egyszer egy rendszer tébolyult, és az alul lévők ezt elfogadják, hát akkor mit várunk? Kitől várjuk? És mit? Minden párhuzam sántít, ezt előre kell bocsájtani, de Sri Lankán, amit véget Ceylonnak hívtak, ott egy testvérpár uralkodott egészen mostanáig, akik baromian népszerűek voltak. Nagyon-nagyon népszerűek voltak, mert a tamilok lázadását eléggé kegyetlenül leverték, és ezért őket istenítette a Sri Lankai szingaléz népes többség. Míg nem aztán beütött a gazdasági krak, és a palotákat földgyújtották, az elnököt száműzték, a miniszterelnök most kétségbe esetten próbálja a hadsereget bevetni. Szóval a dolgok mindig addig jár a korsak, a kútra, amíg el nem tűnik, hogy a magyar nép történetében nem olyan gyakran ismétlődnek ezek a dolgok, és Isten óvja minket attól, hogy idáig jussanak a dolgok. De azért azt gondolom, hogy az elmúlt években nem véletlenül költöttek annyit a parlament védelmére. Tehát, hogy egy komplet hadsereg van ott mindenféle nehéz fegyverzettel, vagy legalább közép nehéz fegyverzettel a parlamentben, de az azért van, hogy amikor földhődnek a biciklis futárok, akkor ne tudják olyan könnyen bevenni a parlament épületét. De azért az a gödör is az élettársak különben. Igen, egyébként igen, el lehessen bemenni. Az ember kicsivel is beéri, ugye Magyarországon, tehát én már annak is örülök, hogy a hatalomban lévők egy kicsit legalább rettegnek az emberek, még akkor is, hogy erre különösebb okok egyébként nincsen. Hát mert egyébként rettegnek, tehát ugye te vetetted föl, hogy érdemes arról is beszélni, és valóban érdemes, hogy mi lesz a hatás, a politikai hatás, társadalmi hatás. Ugye rögtön ugye a 2006-os párhuzamok eszünkbe jutna, és az a tekintetben megvan, hogy az átverés, hát azt mondjuk ki, mert ez klasszikus, ugye az elkúrás, ez megtörtént. Részben már a beismerése is megtörtént. Itt az a nagy különbséggel, hogy persze a Fidesz a megszorítás szót soha nem fogja kiejteni, de hát azért ez azt gondolom, hogy ez már a komikum szintjéhez tartozik, mikor azt mondják, hogy ez nem az. De azért 2006-ban volt egy olyan ellenzék, ami ugyan elég csúnyán kikapott 2006 áprilisában, de nem semmisült meg. Ugye ez volt a Fidesz. Most viszont van egy olyan ellenzék, ami megsemmisült. Ami azóta is egyébként amiket csinál, azt elég nehéz követni, és egyébként most nyilván is róluk fogunk elsősorban beszélni, hogy ezekről a belső ügyekről. De hát most nincs egy olyan politikai erő, amely ezt az elégedetlenséget meg tudná lovagolni, vagy be tudná csatornázni. Azt egyelőre elég amorf és spontán, és mondjuk azért
elsőprő erejűnek nem nevezhető tiltakozást, ami lehet, hogy persze a nyár miatt van így, meg sok minden miatt van így. Tehát itt az a kérdésem, hogy szerintetek ez hova fajulhat, ez az ellenzéknek esetleg adhat-e mégis valamilyen esélyt, vagy netán felemelkedhet-e ennek a hullámain valamifajta új politikai erő, vagy ha nem, akkor tulajdonképpen jól kalkulált Orbán Viktor meg a Fidesz, hiszen igaz, hogy borzasztó áron, de elérték azt, hogy egy hatalmas választási győzelmet arattak. Most cinikus módon ugye visszaszedik elég őrült módon azt a pénzt, amit kiszortak, és kis szerencsével mondjuk jövőre, egy-két év múlva, vagy legalábbis a következő választás lesz, ha a világgazdasági folyamatok is úgy alakulnak, meg a háború is véget ért, remélhetőleg addig, akkor majd aztán mégis elmondhatják, hogy nehéz volt, de sikerült. Tehát, hogy ez van kódolva most az eseményekbe, vagy azért lehet más kifutása is mindennek. Vagy nem tudunk semmit a jövőről. Ez is egy válasz egyébként. Hát, először is annak idején azért, és nem megkérdőjelezve az akkori véleményemet sem, nagyon változatlanul büszke vagyok arra, hogy letettem a magam mobulusát, hogy annak idején a Gyurcsány megbukjon, meg az a rendszer, de mondjuk azért azok, mondjuk a Gyurcsány vágyaiban megjelent, most nem akarok persze hosszan merengeni, hogy milyen jó lenne, ha meg lehetne semmisíteni az ellenzéket, emlékszel, kezdtek talán a kóbor kutyákat be kell zárni, hanem nem tudom, de hát a Gyurcsány ehhez gyáva volt. Az Orbán meg nem. Tehát egy lényeges különbség, hogy ez a hatalom azon sokat dolgozik, hogy ez az ellenzék meg legyen semmisítve. Ez az egyik dolog. Amúgy hozzátartozik a dologhoz, hogy a pártpolitika, mint intézményi rendszer, totálisan diszkreditálva Magyarországon, és ezt most azért hozom szóba, és ebben benne van az ellenzék is, meg a pártpolitikusok maguk is, akik tényleg röhögnöm kell, amikor arról beszélnek, hogy és akkor ne rontsa meg a pártpolitika, meg ne lenjen meg a pártpolitika itt, meg ott, meg amott. És ez szorosan összefügg az, ami most történt. Napok óta, amióta ez van, most már a harmadik napja, Orbán Viktorral álmodom. Hoppá. Nem rigyel. A kordonbontó Orbán Viktorral. Hogy vajon, meg kell próbálni, az a helyzet, hogy szeretném elmondani, hogy a szőr a bőrömön feláll. Hogy ez a szegény Jámbor András, és gratulálok, tényleg, ott van, de ő is csak szégyenkedve, de hát most nem kritika András, mérhetetlenül becsülök ezért. Mit tudom én, megjelent a hatház is, akit itt egy csomóan futóbalonnak gondolnak, talán az egyetlen képviselő, aki csinál valamit, az a Jámbor András mellett. Meg egy-kettő ott megmutatta az arcát. Ti komolyan gondoljátok, hogy egy ilyen helyzetben az egész szájon vágott Fidesz frakció nem állt volna sorba a rendőrkordon előtt? Amikor legkésőbb akkor, amikor este oda mentek a rendőrök oszlatni? Hát ne vicceskedjünk már! Hát ne vicceskedjünk tíz már! Tíz évvel ezelőtt és nyaralnak! Csak meg! Nyaralnak! Meg se mozdulnak! Meg se szólalnak! Néhány, jó, elment, akinek ott kell lenni a parlamentben, elmondta magát, hogy kész. De hozzátartozik ez a közvélekedés általam, és most őket nem fogom bántani, nagyon nagyra tartott és nagyon fontos publicisták, hú, de jó, hogy nincsenek ott a pártok, és csak azért írok róla, aki ráismer az idézetre, az nem véletlen műve, mert hogy a pártok nem jelentek meg. Hát elment itt mindenkinek az esze. Hát természetesen így nem is lesz a pártpolitikának, ami egyébként a demokrácia alapja, bár ismerünk olyan többpártrendszert annak idején, úgymond Lengyelország is, a kommunista Lengyelország és a kommunista NDK is többpártrendszer volt, ahol egyébként a pártok ilyen értelemben értelmetlenek, de egyébként a párt jelenlét akkor értelmetlen, ha nincs. Legkésőbb, de ez elmúlt, de ezeknek ehhez se képességük, ezért álmodom Orbán Viktorról, se tehetségük, se... Nem, komolyan mondom az eszem meg el. Nem tudom, kész. Fölad, mit akarok én mondani az ellenzékről? Elmondja az önmagáról. Ez ellenzék. De van itt egy társadalom is.
Szóval luk betömetlen nem marad, tehát a minden egér lukba kell egy dugó. Tehát előbb-utóbb, ha mostani pártok nem felelnek meg a társadalom igényeinek, akkor a társadalom ki fogja térni. Ebben a szempontból egyébként nagyon érdekesnek tartom a Fekete Győréknek a kudarcát. Azt, hogy az ember azt gondolta, hogy külföldről jött fiatal, középutas srácok meg lányok, ők sikeresek lehetnek, és nagyon érdekes, hogy nem lettek sikeresek, és az ember elgondolkodott, hogy ha ők nem, akkor ki lehet sikeres. De az biztos, hogy ha a mostani pártok nem képesek, már pedig a Sámának igaza van, nem úgy tűnik, hogy képesek meg fölnőni a feladathoz, vagy lenőni a feladathoz, akkor majd lesznek mások, akik ezt megcsinálják. És a Kovács Gergőt ki lehet röhögni, de őt speciál elvitték a rendőr. De figyelj már, Gábor, az a baj, ugye, hogy ez elhúzza az időt. Persze, igen. Én is hosszú távon optimista vagyok, by the way, halott hosszú távon. Igen, hosszú távon mindenki. Igen, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ugye ilyen szempontból a társadalmi ellenállásnak is kárt okoznak. Tehát nem egyszerűen csak passzivitás, mert ugye ennél a mostani demonstráció kapcsán is egy csomóan azt a kérdést veszik, hogy mi értelme van ennek, hiszen úgyse történik semmi. Egyrészt nincs meg az a társadalmi tapasztalat, meg azért, hogy persze nem azonnal szokott történni valami, és ebben a tekintetben ne keverjük össze a mostanság kialakult helyzetet mondjuk 2006-tal, mert a mostani ellenzék és azok, akiknek most bajuk van a rendszerrel, azok nem gyújtogatók. Az a 2006 nagyon más volt, konkrétan mondjuk a tévéostrom. Például meg hát sajnos a Fidesz is ebben a tekintetben más volt, meg az akkori hatalom is más volt sajnos. Na mindegy, ebben most nem menjünk de bele. De nem emlékszem, hogy a Karácsonyékat elvitték még, amikor az alkotmány miatt tiltakoztak onnét a parlament mellől. Még emlékszem a képre, hogy ülő pózban emelt. Elfáradtak már, vagy én nem tudom. Igen, voltak azért, igen, de akkor, őket is... Akkor még tudták, hogy kell. Jó, de hát figyelj, de úgy látszik, hogy el tudnak kényelmesedni az emberek. Nem tudom, hát... Nem tudom, hogy mitől adják föl. Néha volt itt egy pozitív dolog például, ami mögött volt tömegtámogatás, és ezzel együtt elszarták. Hát én az előválasztás egy nagyon fontos innovációnak gondolom. És ma már ott tartunk, hogy nagy valószínűséggel 4 év múlva, bár 2028-ig kaptam meg az új személyigazolványomat, tehát optimista hatalom, hogy még élni fogok, hogy 4 év múlva ez azzal lesz elintézve, hogy szars volt akkor is, akkor most már ne csináljunk. Persze, akkor és majd alkudoznak, és akkor... Tehát ott egyszerűen én ezt nagyon súlyos hibának tartom. Tehát ami most történt, ennek az ellenzéknek, nem a pártpolitikát, ennek az ellenzéknek a totális vége. Kész, passz. És ezekben az emberekben úgy tűnik, tényleg nincs bátorság. Van a Hatháziba, van a... Kutyákban, kutyapárdban. Már azért akartam mondani, a 9. kerületi képviselőt, mert az előbb mondtam, csak fölbasztam az agyamat. Na, basszatok már ki velem. Fekete Győr túl. Jámbor Andrást mondtad. Jámbor Andrást mondtad. Hogy? A Jámbor Andrást. A Jámbor András meg a Hatházi. Tehát azért ez elég szerény. Igen, az ő hazájuk az nem ellenzék. Tudják, kire gondolok, amikor ő hazájukról beszélek. Az nincs itt. Jó, csak itt azért az is közrejátszik, hogy a 2006-tal a párhuzamot visszük. Azért ott nem arról volt szó, hogy a Fidesz, legalábbis az elején, tehát amikor megjelent az összeti beszéd, a Fidesz zavartan hallgatott egy ideig, én így emlékszem erre. Ha, bocs. De ez így volt. Tehát nem felszín, de tőlünk már elvárható, után. Mondani, hanem azt, hogy akkor volt egy tényleges, spontán, nagyon erőteljes társadalmi megmozdulás, felindulás. A Fidesz... Most is van. Én még azt gondolom, hogy... Az ellenzéknek nincs toroszkaija például. Ahhoz képest, ami nincs toroszkaija, és nincsenek náci bandái, és nincs, aki ezeket finanszírozza. Hát hála a jó égnek. Jó, hát hozzá. Egyébként igen. De... Csak azt mondom, hogy én még azt a óriási felhajtó erőt nem látom a társadalom részéről. Tehát egyelőre a morgás szintjén vagyunk. Egyébként azért én azt is érzékelem, így a Facebookon és egyéb helyeken, hogy azért bizony a fideszes körökben is minimum zavart kelt ez. Tehát azért egyre több helyen elhangzik az, hogy nem azt mondják, hogy hú, az ellenzék akkor jó, vagy ilyesmiért nem mondanak,
De hogy nem erről volt szó. Nem, nem is gondolnának igazat. Nem, tehát ez átverés, tehát ez lejött már. Tehát onnantól kezdve, hogy a lakosságot tekintve a legkisebb csoportnak a legkisebb mértékben emelkedik a rezsia, és már pedig ez meg fog történni, onnantól kezdve a Fidesz hazudott, Orbán Viktor hazudott a választóknak. Tehát ez egy összödi méretű átverés. És ezt azt gondolom, hogy azért a fideszes szavazók jelentős része is érzékeli. Ez egy más kérdés, hogy ezt magába aztán hogy rendezi el meg ezt a kognitív diszonanciát, hogyan oldja föl saját magában. Csak annyit említek meg, hogy én még talán gondolatébresztő, hogy tehát ahhoz, hogy forradalom legyen, ahhoz, hogy ellenállás legyen, vízió kell. És a magyar társadalomnak a Fideszen kívüli részének nincsen víziója. Nem lát senkit, aki programot adna, aki megfogalmazná, hogy ezt elmondja. Ez egyik. A másik, miért van ez így? Azért van így, mert a Fidesz hatalmas erővel mindenkit tönkretesz, aki szóba jöhetne ebben a tárgykörben, tehát csak ezen a héten ugye a Tordai fiú, Tordai Bence pártelnök lett, ugye társelnök lett, már a hálószobájáig kirámolták, a hatházit most hát megint valami autóját. Ha bárkiről valahogy bemérik, hogy esély volna rá, hogy vezetővé válhat, abban a percben tönkreteszik, és amit akarok mondani az az, hogy a magyar társadalom azért, Magyarországon nincs demokrácia. És többek között azért sincs demokrácia, mert az országot vezető elit nem demokrata. Ami alatt azt értem, hogy a parlamentek anyja, meg egyáltalán Britanniában mindenki számára evidencia volt, hogy a rendszer úgy működik, hogy van a mi pártunk, meg van a ti pártotok, és nem lehet az a célunk, hogy a mi pártunk a ti pártotokat tönkretegye, kinyírja, ellehetetlenítse, kivégezze. Nagyon szép az a megfogalmazás, hogy van őfelségének kormánya, és van őfelsége ellenzéke. De azt a magyarok nem nagyon tudják, hogy a brit történelemben nagyon sokszor volt úgy, hogy ő felsége sokkal közelebb érezte magához az ellenzékét, mint a kormányát, mert ő felsége egyébként nem értett egyet a kormányának a kormányzásával, viszont személy szerint egyetértett az ellenzékkel, amelyik azt bírálta. De Magyarországon ilyen szintre nem jutott el a demokrácia. A magyar nép úgy képzeli el a demokráciát, ahogy Orbán Viktor tanította neki, hogy megöljük a másikat. Így ebből soha nem lesz sem nemzeti egység, sem demokratikus berendezkedés. Ebben szenvedünk most. Ha már egyébként a brit példa, ugye Boris Johnson most sorrendben a harmadik miniszterelnök, akit a saját pártja távolít el. És a párttagság megszavazza, hát, hogy igen. Így van. Hát így van, nyugodban sem hasonlítunk. Igen, most a Fidesz ember csak abban lehet valaki. Parlamenti képviselő, igen. Igen. Egyébként én komoly reményeket fűzök Lázár Jánoshoz, mert ha valaki hátba fogja szúrni Orbán Viktort, akkor az ő lesz. De hát ez valószínűleg nem akkor van, amikor hatalma csúcsán van egy ilyen választási győzelem után, hanem majd akkor... Miért kapott a Lázár 15 milliárdot? De elragudjatok, tehát én komolyan mondom, hogy el nem tudom képzelni, hogy Orbán Viktor kormányában valaki komoly pozícióba jusson úgy, hogy nincsen róla betárazva egy komplett karaktergyilkossági anyag. Nincs olyan Orbán körül. A Lázár, értem én a te bizalmat, meg látom én, hogy ő egy krakéllel megmondja, de azért legyünk nyugodtak, hogy Lázár Jánost az Orbán ízé. De ott nem nagyon kell. Hát a Lázár János hódmezővásár közelében az a bizonyos kastély, ami úgy egyszer csak úgy megjelent, és ami hozzá köthető, az szerintem bármikor előszedhető. Ott van, ugyan már nem kellene itt ilyen ízéjék, itt vannak ilyen mítoszok, gyártva kedve, ugye a Simicska-féle atombombáról, hogy majd ledobja, és várt mindenki arra, hogy majd Lajos ledob egy atombombát. A Lajos ledobta az atombombákat, az meg leszarta mindenki, kedve az oroszlán, stb. Ott van a Simonka történet, mindenki tudja, órunk előtt zajlott le, ugye szegény Simóka elmondta a védekezésében több ízben, hogy ugyan már hát én nem csináltam semmi különösebb, azt csináltam, amit a többiek csináltak. Nem kell neki titkos akták, ha a Lázárt ki akarják nyírni, akkor bőven azokból a nyilvános adatokból, amiket ismerünk, amit ugye, hogy is mondjam, ilyen grandiózusan megfogalmazott a Lánci András, ugye a mi politikánknak az a lényege, amit az ellenzék korrupciónak nevez. Ez érdektelő. Az a probléma, hogy egy dologban van például az egyik probléma, és az egyik motivuma annak a hiánynak, amit te megfogalmaztál, hogy társadalmi megegyezés van abból, hogy lehet szabad lopni. Pont.
Tehát, hogyha az Orbán el lesz takarítva, akkor jön Lázár, aki legalább akkor a tolvaj, mint az a izé. Amúgy meg egyébként igazából a méretekben van különbség, és a léptékekben. Én nagyon jól tudom, hogy e tekintetben az ellenzék is se kivétel. Azzal a különbséggel, hogy, és most nem az eredeti tőfke felhalmozás első korszakáról beszélek, ami az a helyzet, hogy az szinte természetes volt. És össze is van maszatolva. Ugye, amikor hallgatom Lezsák Sándort a 90-es évek elejéről, ugye, hogy és akkor az Antal beengedte a liberálisokat, és akkor itt kifosztották az országot, az a izé, az az ember, aki még egy darab hasznos dolgot nem csinált, érdemes elmenni egyébként lakitelekre, mint a nyilvánvaló lopás látványos, hogy is mondjam, elemére, hát őt is el lehetne vinni, nem kell ahhoz titkos iratokat összeszedni. Na szóval azt akartam kinyögni, hogy amúgy meg persze Orbán nélkül ez az ország ilyen értelemben mindaddig, amíg egy alapaxióma, hogy nem azért nem lopok, mert tiltja a törvény, és nem arra használom Jézus nevét és a Bibliát, hogy előadjam, hogy te ne lopj, de én képviselem a nemzetet és kifoszthatom az országot, amíg ebben nem lesz változás, tömeges változás, addig teljesen mindegy, hogy ki van hatalmon. Mert hogyha ezek megbuknak, akkor akik utána fognak jönni, azok megerősítve fogják érni. Nagyon érdekes ez a tendencia, hogy szemtelenedik el ez az elit. Tehát még az elején voltak a szégyenlősök, meg voltak mértéktartók. És nem vagyok farizeus, tehát én megértem a 10%-os alkotmányos költséget. De amikor eljutottunk odáig, akár mondjuk például az 5. kerületben, hogy kezdődött azzal, hogyha egy 12 lakásos társasházból, itt ami én az aktuálisan regnáló vezetés, és ha véletlenül valaki gondolna valamire a 90-es évekből, akkor nyugodtan gondolja, hogy mit tudom, hogy 12 lakásból csak egyet kért. De a 2000-es évek közepetáján már voltak olyanok, akik az egész házat kérték. Nem vicc. Jó, de hogy lehet megbontani ezt az ördögi kört? Hát, ugye az emberek ezt tudom. Látják, hogy fönt ezt lehet csinálni, fönt pedig biztonságot kapnak abból, hogy az emberek nem szólnak ezt szólni. Tanástalan vagyok. Hát valószínűleg az emberek ott rontották el, vagy a társadalom, hogy rögtön az elején nem húzta be a féket. Tehát, de hát, ez a magyar elit mindig akkor, ilyen volt. Jó, csak azt gondolom, hogy van itt egy másik történet, vagy egy másik szempont, ami következik, következik azokból, amikről beszélgettünk az előzőekben. Hogy azt, hogy most az emberek mit gondolnak, vagy mi a viszonya a magyar társadalomnak a demokráciához, meg akár a lopáshoz, az is egy érdekes kérdés, de azért azt gondolom, hogy mindenkinek van egy olyan minimális elvárása, az pedig azt, hogy azért valamilyen jogbiztonság legyen. Azt gondolom, hogy ez nagyjából annyira fontos olyan elemi igény, mint az, hogy az elemi közbiztonság meg legyen, stb. Tehát a jogbiztonság, hogy minimálisan tervezhető, kiszámítható legyen ő. És most mind a két intézkedés, hát a kata különösen, de valójában a rezsicsökkentés is, meg még ki tudja mi minden, ami várható, az pontosan azt demonstrálja, hogy nincsen. Hiszen ha az adószabályokat évközben alapvetően át lehet írni, és újra kell tervezni, akkor nem beszélhetünk jogbiztonságról, akkor hatalmi önkényről van szó, és egyébként innentől kezdve még azt is meg lehetne értetni az emberekkel, hogy ez a fékek és ellensúlyok rendszere, ez nem egy ilyen liberális luxus, vagy nem tudom micsoda, hanem ez pontosan arra szolgálna, hogy az egyszerű emberek valamifajta védelmet kapnának a mindenkori végrehajtó hatalom önkényétől, hirtelen ötleteit szemben, és ez nincs meg Magyarországon, nem tudom, hogy ebben lehet valami tanulási folyamat emiatt. Hát ez jó volna, már úgy értem, hogy teljesen egyetértünk, nyilvánvalóan másképp megfogalmazva, ugye, amiről beszélt, az élet és vagyonbiztonság, az, aki mihez úgy mindenki ragaszkodik, ugye, tehát ez az első. A Fidesz állandóan beígéri az összes veszélyhelyzeti, ezért arról szól, hogy mi biztosítjuk neked az élet és vagyonbiztonságot. Erre épít tehát ilyen primer igényt elégít ki a Fidesz. A másik oldalon, amiről te is beszéltél, ami mindnyájunknak nyilvánvalóan fontos, az a modern demokráciának az az alapszabálya, ugye, hogy a hatalom nem tehet meg velünk bármit. De most erről szól a modernek, de ez Magyarországon nincs meg, mert Magyarországon a hatalom a kétharmados többsége birtokában igenis bármit megtehet. Ez az, amit nyugat, tehát az Európai Unió néhány év alatt lassan megértett, ezért mondják, hogy Magyarországon nincs demokrácia.
Teljesen igazuk van, Magyarországon nincs demokrácia, mert bármelyik törvény, ha a Fidesznek útjában áll, akkor a kétharmados többségének fogva 48 óra alatt átírja. Tehát egyetlen egy törvényre sem építhetünk, ha az az állammal szemben védene meg minket. Következésképpen, amit most látunk, az nem más, mint annak egy elég plasztikus megnyilvánulás, hogy Magyarországon nincsen demokrácia. Ezt akarták a magyarok, erre 3 millió ember szavazott. Én nagyon rögjátok, nem tudom, én biztos vagyok benne, hogy mostantól kezdve a következő választásig a 3 milliót folyton föl fogom hánytorgatni, nehogy azt hizzék, éppen azért is, amit a Sándor mond, hogy fel vannak erkölcsileg, nincs vele. És semmi között hozzá. És nekem sincs semmi közöm hozzá. Így van, és az a 3 millió az, hogy mondjam, tettestárs abban, ami történik. És hogyha valaki mondjuk katás volt, és erre szavazott, akkor most ne csodálkozzon, hogy elúszott a kata, ő is benne van. A saját egzisztenciáját tente tönkre, akkor aki gázzal fűtött, vagy villanyt használ, oké, hát persze. Ha már előtt itt szóba... Ja, mondjad. Annyit akartam mondani erről, ha már szóba jött, ugye ez a hirtelen váltás. Azért azt szögezzük le, régebben is sokaknak volt ez a problémája, hogy Magyarországon tényleg elképesztő törvénygyár működik, elképesztő mennyiségű jogszabály születik, az adó jogszabályokat is orba szájba rángatta mindig az állam. El nem tudom képzelni, hogy amennyire én látom, meg föl tudom fogni mondjuk jobban működő társadalmakba. Ennyi cseszegetése, hol ide rakom az adót, hol ezt teszem ide, hol amoda, aktuálisan, ahogy éppen úgy gondolták, hogy az aktuális költségvetésen hogyan lehet korrigálni. Amúgy meg azért csak úgy csendben a jelen tudatunk, a testvágatunkhoz rögzítsük le, hogy itten most ugye rendeleti kormányzás van, a vezér mindenre föl van hatalmazva. Tehát azon kívül, hogy azt csinál a kétharmaddal, amit akar, amúgy azért nem mellékesen. Bár most néhányszor az alkotmánybíróság itten beszólt ilyen kis ajánlítósokkal kapcsolatban, hogy mondjuk a honvédelmi vészhelyzetre jogosít fel. De amúgy egyébként itt a rendeleti kormányzásban, hölgyeim és uraim, nincs parlament, zéró. Ott tartunk, mint Adolf Hitler kormánya a többségi parlamenti támogatás megszerzése után. Hívhatnánk Orbán Viktor kancellárnak is, de hát én azt gondolom, hogy ő inkább a dinasztiában gondolkodik. Putyinnál fölmerült, hogy ne elnöknek hívek, hanem pravítjönnek, tehát kormányzónak, gyakorlatilag aki kormányoz, tehát átvehetjük, igen. Hát nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de azt gondolom, hogy azért az a két fő téma, amit megvitattunk, az megérdemelte azt, hogy egy teljes műsoridőt szánjunk rá. És végezetül jön a szokásos promóció. Már holnaptól kapható a Magyar Hang következő száma. Természetesen itt is utalunk a kormányzati megszorításokra, egy ilyen hangulat festő címlappal. És egyébként nem csak a megszorításokról írunk, hanem arról is, hogy egyébként ebben a helyzetben is mi az, amire viszont számolatlanul költi továbbra is a pénzt a kormány, de azért más témákkal is foglalkozunk, le, Mucsi Zoltánnal és Beck Zoltánnal páros interjú, Tóth Krisztinával interjú, Jeszenszky Géza esszé, és lesz az újságban Budai Hang melléklet Bolyár Gáborral. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a kollégáknak a részvételt, és jövő héten minden bizonnyal Dévényi Istvánnal ismét találkozunk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!